No, sziasztok, jó estét mindenkinek! Üdv! No, The Morris Land Farming Simulator 17. Ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, nagyjából. Mert ugye közben ment a szerver, folytak a munkálatok. Úgyhogy, szevasz Máté, jó estét mindenkinek! Na, most éppen szinkron van. Szia Lalo King, szia Benny, hello! Szevasz Károly! Fáradtan. Elég durván fáradtan, úgyhogy most ilyen kicsit nyomott is vagyok, úgyhogy most annyira nem lesz pörgős ez a live. Szevasz Laja, ciao, meg én sem. Úgyhogy kicsit le vagyok lassulva, meg be vagyok fáradva. Na mi ez? Tábla csoki? Az jó. Szia Attila, hello. Jó, rendben. Na, az a helyzet, hogy így a meló is összejött, meg ugye stream is van, aztán fáradt is vagyok, meg korán kelek, meg minden, úgyhogy kicsit meg vagyok zuhanva. Na, visszakerült pár mod egyébként. A traktorokhoz például ugye Laja kérte a Class Xerion 5000-est, az ott is van már bele is ült. Tehát az visszakerült, bekerültek a John Deere hamsterek, tehát azok is visszakerültek. Meg még nem is tudom, még volt két, ez az új súly is bekerült, ami itt van fönt, ez egy ilyen újfajta súly, úgyhogy ez is bekerült, meg valamit még visszaraktunk, de most így annyira nem. Ja, meg azt hiszem talán ez a Mercedes. Mercedes kamion is bekerült, ha jól emlékszem. Igen, ez a Mercedes, a MP4. Aha. Ez elvileg azt hiszem olyasmi, mint a Scania. Úgyhogy ez a... Ez nem is tudom ki, azt hiszem... talán Energy-nek a kedvenc kamionja, vagy valami ilyesmi. Szevasz Levente, ciao, szia Vario, szia F-Channel, szevasz Gameplay Hu. Menjek John Deere-rel. Igen, egyébként azt akartam éppen mondani, hogy a John Deere Trakesszal szeretnék én is most kicsit melózni. Ugye a 8-as szériának kétféle verziója van. Van egy zöld, meg van egy fekete. És szerintem egyelőre veszünk egy ilyet is, meg majd olyat is. Tehát lesz ilyen is, olyan is, de egyelőre zölddel fogunk kezdeni. Úgyhogy, mint ugye látjátok, ez csak 400 lóerős, tehát nem túl erős, viszont lehet rá ezt azt amaszt tenni, úgyhogy. És azon gondolkozom, hogy Trelleborg, dupla, Michelin, plusz súly, ez R42, és azon gondolkozok, hogy lehet, hogy ilyet kéne, és akkor plusz súly rajta. Tervezés az Green Star, Warning Tab, Green Star, Ready Basic, az sima legyen. A csatoló meg front weight, vagy hát inkább hidraulika legyen, tehát lehessen előre, és nem kell előre súly, majd meglátjuk, hogy elbírja vagy sem. Na, veszünk egy ilyen trakeszt. Fölhozzuk ide a bázisra. Na, itten is van-e. Hát ez ugye akkor nem a fekete, ez keréksúlyos, szép kis John Deere. Jó a duda. Na, úgyhogy... Én szerintem ehhez egyébként föl is marom az egyik
egyik John Deere-es hamstert, mert sílózni szeretnék, ugyanúgy füvet nyírni, stb. Stb. Tehát a tegnapi melót folytatjuk végül is. Na. Viszont ennek be van akadva a falba. Jó, így. Annyit megnézek, hogy ez a rakodó, ez azt hiszem 100-as, ugye? Ja, 100 000-es. Szevasz, szevasz, Richard. Milyen videók lesznek? Farming videók lesznek most. Na, várjunk. Hogy lehet itt a kormány, right shift. Na. Ezt akartam, hogy a kormány az ide hújjon az ölembe, mert csak így néz ki jó, hogyha kormányzunk vele. Szia Tamás, köszönöm szépen, szia Márk, köszi a lájkot, köszönöm mindenkinek a lájkot, srácok. Na, közben jövök TS-rel is, felejtettem. Microphone sound resumed. Channel sziasztok, hello! Hello! Szia, sziasztok! Ciao, ciao, jó estét! Már azt hittem, nem is állsz velünk szóba. Ah. Mondtam, fáradt vagyok, meg nem lassan jár az agyam, aztán meg el is vagyok bambulva, úgyhogy ma ez egy ilyen este. Na, úgyhogy elviszem én ezt a John Deere szerelvényt, és akkor fűnyírás, meg fűszedés, meg ilyesmi. Na, szavasz Mandelson. Nem, egyébként az a helyzet, hogy így ez a majdnem mindennapi 3 órás streamelés rendesen meló mellett, ez így kezd egy kicsit sok lenni, és lehet, hogy változtatunk rajta, vagy valami lesz, mert ez így nekem nagyon sok, úgyhogy vagy az lesz, hogy rövidebb adás lesz, vagy 2-3 naponta lesz, vagy amikor ráérek, vagy nem tudom, de ugye hát értelemszerűen elsődleges a munka, mert abból él az ember, úgyhogy annak a rovására nem szabadna mennie semminek, úgyhogy még mielőtt valami baj történik, változtatunk itt a dolgokon. Szerintem ritkábban lesznek élő adások. Lehet, hogy rövidebbek is lesznek, azt még nem tudom, majd valami lesz, mert ez így nagyon, nagyon durva, szóval. Na mindegy. Szevasz, tesz, jó estét! Szia, Szabi! Ezt miért is idehozom? Nem is itt kell vele szedni a füvet. Hát teljesen szét vagyok csúszva, úgyhogy... Szevasz, öcsi! Szevasz, Csaba! Köszönöm szépen a lájkot, srácok! Na, itt van a tesz is. User joined your channel. Jó szerencsét! Jó szerencsét! Halló! Mi van, aranydrága barátom? Mert szét vagy esem, mint a izé. Nem karod? Laza vagyok, mint a rigalánc. Nem, egyébként tényleg szét vagyok csúszva, úgyhogy valamit változhatunk, mert itt a minden este 3 óra live-alás az úgy látszik, hogy meló mellett nagyon sok, úgyhogy nem írom a kiképzést. Úgyhogy megtaláltál mindent, megtaláltadok mindent. Igen, ja. Köszönjük. Köszönjük, hogy főraktad őket. Vettünk egy pár dolgot. A izével kilódok a vetőgépe, gyerekek, nem tudom, mindegy ki deaktiváltam, mert nem tudom, hogy kell megtankolni. Egyedül a raklapokat főveszi, meg a műtrágyás raklapot, de a átrakó kocsiból nem tudom egyáltalán megtankolni, nem tudom, hogy lehet.
Azt nem tudom. Na be, a Concorde az nem jó, mert az igaz 48 vagy 46 méter széles, de azt sem tudom megtankolni, úgyhogy halott ügy. Az IH az jó lenne, de azt sem tudom megtankolni, nem tudom, erre mondtam azt, hogy be kéne rakni a Big Bang-nak a izévetőképét, vagy valami. Ja. Szevaszlikantusz, SimCity-vel régen nagyon sokat játszottam, Jocsi, mostanában nem. De nem tudom, most Renko-val is beszéltem, ugye volt szó a kanadai pályáról, hogy azt mondja, már most szombaton lehetne indítani, mondom, hát még rá se néztünk, mondom, jövő hét szombat inkább, és ő meg ott azt szeretné, hogy ne legyen az, hogy egyből Big Bad-dal megyünk, hanem hogy kisebb gépekkel kezdjünk, alapdolgokkal, és akkor ahogy csinálunk pénzt, úgy vegyünk majd Big Bad cuccokat. Mondtam neki, hogy végül is felőlem nekem teljesen mindegy, csak ott azért, hogyha 120 hektáros földek vannak, MTZ-kkel nem lehet rohangálni. Attazán. Lehet az, csak eltart néhány live-on keresztül, mire felszántjuk a földet. Hát jó, de... Igen, szóval... Tehát itt sem óriási földek vannak, de azért itt is jó nagy földek vannak, ott meg még nagyobb földek vannak, és... Tehát most ennél kisebbekkel, vagy nem tudom, hogy mindegy, majd átbeszéljük, vagy... Meglátjuk, hogy mi lesz, de... Nem tudom. Mondom, most ez a zavar a legjobban, ez a streameléses téma, mert... erre egy durván rá kell pihennem, hogy most mi a helyzet. Úgyhogy szevasz Szabolcs. Mondják egy játékot, amit nagyon vágynak is játszanék vele. Hát, öcsi, most így nem tudom. Megmondom őszintén, passz. Erre nem tudok válaszolni, igazság szerint. Hát azért vagyok kíváncsi, a Platinumra, ugye az FS-hez, hogy mi lesz benne a pálya, a gépek, meg egyéb dolgok, tehát azt mindenképpen ki akarom próbálni, játszani akarok vele, meg live-olni is róla, de most úgy más játék egyelőre nem nagyon jut eszembe. Szevasz Jani, igen, éppen most sírózok, a füvet fogjuk bevinni. Na, Szabolcs, örülök, ha minden live-omat nézed és tetszik. Na, még egyszer elnézést, srácok, csak nagyon fáradt vagyok aztán. Szia Domika, hello! Szia Tamás! Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy holnap nem is lesz live. Szerintem holnap délután alszok egy nagyot. Aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Hát akkor nem kerülj Drenko szem elé. Mert? A csütörtökre beígérted neki a 7 Days-t. Ja, ő ma már játszott, délután beszéltem vele, már lenyomta a hordát, úgyhogy már megölték, meg meghalt, úgyhogy... Akkor jó. Úgyhogy már nyomatta. Szia Sándor, igen, de hát... Ja, megy a fűnyírás. Gombot elengedni, jövök. Gomb elengedve, gyere. Gyere nyugodtan. Na, de... Jabba MT a hello. Szevasz, Ricsi Pro. De a lényeg, hogy lazábbra kell venni a dolgot, mert teljesen kiégek, mint a gyufa, azt akkor abba is hagyom, azt akkor nem lesz semmiféle live. Azt meg azért annyira nem szeretném, úgyhogy hát megpróbáljuk itt kicsit lazábbra venni a figurát, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Hoppá, 22-es végében itt van egy raklap. Sajnos sok helyen van, mert a tornádó elhordta. Elhordta? Jó. Ezt össze szedjük.
Na, Safi barátom, akkor megkaptad a mercit. Láttam, köszöntem is. A John Deere izét Raki ben van, a John Deere hamster ben van. Néztem egy izét, egy súlyt a trakira, az ilyen formás kis súly, az tök jó néz ki, nekem tetszik. 2000 is protected? Ja, olyan 2200-as elég az egyenlőre. Világ itt is. Szavasz Gamer Pro, szia Gergő, jó estét! Az egy új súly, azt hiszem, nem? Jól néz ki. Igen, nem régen. Igen. Ja. Azt néztem egyébként, hogy az is beletrakva, mondom, az jól néz ki, jóféle. Hát Gergő, uncsi, én is uncsi vagyok, fáradt is vagyok, úgyhogy, ja, elhiszem, biztos igazad van. Akkor most ne nézz minket. Ja persze, mert tegnap is hüvet nyírtál. Szerintem arra jelezte most ezt. Ja, hát az lehet. Nem tudom, mi lenne, ha elküldenénk Gergőt egy kicsit dolgozni a földekre, és mondjuk egy olyan 100-120 hektáron le kéne nyírni a füvet. Úgyhogy addig ott kell lennie. Azt mondanám, hogy uncsi. Fűnyíróval. Fűnyíróval, azaz. Vagy kaszával, izé, sarlóval. Ez itt egy lúc, jó munkát. Na, proszkály, köszönöm szépen a lúcot. Sarlóval, kaszával, azaz, mint régen. Mégis régen is megcsinálták, úgyhogy nem megoldhatatlan feladat. Fiúk, jöjjön valaki, nekem konfizált nekem a traktort keréksúlyozva, légy szíves. Hát logolj be aztán konfizdát. Szerintem most mind a hárman be vagyunk egyébként logolva, legyél te is belogolva. Na, úgyhogy ezt a kanadait meg akkor tényleg meg kell beszélni, hogy legyen, mert az elsődleges cél ugye az, hogy egyforma legyen a két pak, csak a pálya legyen különböző, meg a Big Bud. Így van. Viszont hát úgy meg nem tudom, mennyi kis gép lesz benne kezdéshez. Hát szerintem ez a pálya marad. Ez a modok marad így, ahogy most van. Nekem jó. Szerintem ez jó, nem? Nekem nincs szerintem is. Nekem sincs. Szerintem azért ma próbáltam a vetőgépet, de nem tudom, hogy ez majd valami majd... Majd berakom, aztán majd izél, majd... Valahogy ki kéne izélni, hogy hogy lehet megtölteni, mert az legalább megcsinálja a talaj, de a másik a... Fönt van most ez? Csak nincs aktiválva. Fönn van a szerveren, csak nincs majd aktiválva. Majd akkor lehúzom és megpróbálom megnézni én is. Sándor, ha behordtad a sílót a tárolóba, akkor az R betűvel kell lefedni, de előtte 100%-ra le kell taposni, csak akkor engedi lefedni, addig nem. Az indításra meg hagyd kérjem, mert most a hétvégén nem leszek gép közelbe, úgyhogy ha kérhetem, akkor jövő hétre tegyük át. Jövő hét szombatra terveztem egyébként is, hogy indítva lesz, ha lesz. Mert azért, hát egy, hogy csak össze kéne rakni, hát kettő csak ki kéne próbálni. Meg mondom most, mondjuk ez a... Tehát a farming végül is az teljesen független attól, hogy én streamelek vagy nem streamelek, azt úgyis játszunk meg, tehát az marad, persze. Azzal nincsen izé. Tehát ha én abban is hagyom a streamelést, attól a farming az megy, azzal nem lesz gond. Csak nem streamelem, az kész. De azért mondom, hogy így, hogy most Drenko azt szeretné, hogy legyenek kisgépek, akkor viszont kell az elejére olyan traktorvetőgép, meg egyéb dolgok, meg nem tudom most pontosan a Big Bud-ban mi is van. Mert az oké, hogy van benne nagy traktor, meg nagy vetőgép, de azt ennyi. Két nagy jószág van benne, az egyik egy 450 lovas, egy a kis Big Bud. Van egy nagyobb, az valami 1200-1300 pazik. Van benne kultivátor, van benne vető, és van benne egy nyomorultó nagy eke. Uh-huh. Hát, amiről biztosan tudom, hogy van. Igazság szerint nekünk csak a legnagyobb vetőgép kell, ami egyben tud trágyázni is, tehát... Ugye a lényeg az az. Gondolom nem akarunk külön ekézni, meg háromszor trágyázni 120 hektárt.
Na, az lenne a szép feladat. Már egyszer próbáltuk. Hát nem tudom. Elég nehéz dolog, szóval a Cantabria Infinitán azt hiszem úgy volt, vagy hol. Igen, az úgy, igen, volt. Azon volt. De ezen például nem lenne olyan különösebben nehéz, mert ebbe bele van építve a Chopperstrom. Üdv hasznos hát, munkát, Monki, köszönöm szépen a luccot. Tehát alapból egy szórás már megvan, hogyha szárszórással dolgozunk. Uh-huh. A vetéssel megvan a második. Esetlegesen a sorközműveléssel meg megvan a harmadik. Szia Máté. Hát... A gyomlálóval is már is megvan minden. Csak azt hiszem annyi az egyetlen hátrány, hogyha a choppedet beállítod, akkor a vetőgépek, a direkt szídek nem működnek rajta normálisan, hanem előtte mindenképpen le kell kultizni, úgy tudod ráküldeni a vetőgépet. Aha, hát az mondjuk. Tudom, necces valamilyen szinten. Szia Fefe! Volt ez. Vigasztam. Mit? Ma vigasztam, gyere át a más. Jó van, öcsi, jó tanulást. Befe. Kérdezd már meg, Karontó. Mi? Nem meri. Na. Nem, már most le van fáradva. Kérdezd meg nyugodtan. De úgy, ahogy gyakoroltad. Ja, úgy, ahogy nekem írtad. Na, hajrá. Akkor mondjam. Írjad. Nem Máté, nem csak fűvágás lesz, össze is fogom szedni. Nem vágom végig a 23-ast, hát... Kiérek ennek a csíknek a végére, azt akkor elkezdem összehamsterezni majd. A jó kis John Deere Trakesszal, meg John Deere hamsterrel. Első két sor szedtétek fel, srácok? Igen, igen, most azt kezdik. Akkor jövök a harmadikra. A másodikat kezdem, ha elsőbe beállt, a elsőt szedem tovább. Jó. Fefe, megtelett. Látom, hogy tele van. Elhussant mellettem, mint a zöld nyíl, tudod. Ránkod este 6-ig dolgozik, mi? Este 6-ra ment. Este 6? Ja, este 6. Jó van, akkor majd hajnalban megint csetelek vele. Akkor biztos. Hát mi, én is érzegások, ő is, úgyhogy szünetbe elcsetelgetünk. Jaja. A Csándor ez a Morrisland pálya. A fél 2 körül vagy mikor? Nem semmik vagytok. Mondjuk éjszakás műszakban van rá idő. Hát a szünetbe tudod. Persze. Komposztálóba fér még? Én még oda vittem tegnap. Na, vittem oda a tizát legalább. Na, teljesen John Deere minden, pót is, trakesz is. Annak tudod ám az elejét izérni, állítani föl le, ha a jobb vagy a bal izért egeret mondod, akkor az elejét tudod mozgatni föl le. Szép estét minden gazdának. Józsa Balázs, köszönöm szépen a ruccod. Mármi a trakesznak? Igen, igen, hogyha a jobb klikket megnyomod is, akkor föl le tudod mozgatni az elejét. Ja, tényleg. Meg a hátulját is.
Nem tudom, mire szolgál az, valami, valamiért van, szerintem biztos. Hidropneumatikus felfüggesztés. Ja. Ilyen lowrider, lehet vele izélni, lehet ugráltatni az elejét. No, látod, egy kis zenét raksz alá, és már meg is van egy újabb téma. Ennyi. Hát ez valami, szerintem valami munkagépre való, szerintem, hogy jobban lejagdja a nyomadékot, szerintem. Tudja, hogy az éve. Valószínű, nem tudom. Na, úgyhogy srácok, a nagy kedvenc John Deere most munkában. Zerres, 8 zerres. Ezzel égtem ki a Denko előtt. Ja, nem szedtem, mit kell? Nem tudtam felhúzni a 200 000-es sportot vele. A dombon. Az igen. Ő meg a chip tuningos GC-vel felhúzta, hallod? Akkor égtem ki, aztán akkor váltottam mizére Fendre. Hát igen, a Fend az nagyon jó. Hát csak ne csak mindig azzal menjünk, legyen egy kis John Deere, szép zöld, minden, zöld sárga. Szevasz Gabesz, jó estét! Nagyon brutális volt, hallod, a 48 méteres vető, vagy 46 méteres vetőgép a Fend 1000-es után, te. Hú! Nehezen húzta, vagy mi? Nem, hát széles. Ugye a mara szélesett víz, tudod? Azért raktam rá az ikerkereket akkor. Ja. Szia, Lalo King, hello. 31 perce megy. A másik vetőgép, meg ettőt próbáltam, de a Concord az tártalan, mert az nem csinálja meg a talaj előkészítést, annak elő kell tárcsázni, vagy kombizni. A másik, az IH, az jó, az egy az egyben megcsinálja a talajt is, jó széles is, az olyan 35-36 méter körül lehet. Én nem tudom megtankolni, úgy kellett lemennem és vennem vetőmagot, ilyen izéket, tudod, ezeket a raklapokat. Azt fölvette érdekes módon. Nem tudom, soha nem próbáltam, lehet, hogy van vele valami ilyen probléma. Van egy ilyen, van annak is egy ilyen, mint a Big Bud-nak a vetőgépe, Big Bud vetőgépeknek ilyen töltőcső. És az a töltőcső a Big Bud vetőgépet nem tudom, próbálta, de az kihajli, kijön, és akkor ott tudod megtankolni a hogy is hívják ott a vetőmagot, vagy pedig a műtrágyát vele. És lehet, hogy azt kell hozzá pontosan? Nem tudom, azért mondom, még tesztelem. Hát az lehet, nem tudom. Majd a Dránkónak szorok, mert ő azért... Parasz gyerek azért tudja, mi a helyzet. Tudja, tud valamit. Valószínűleg az a töltőtölcsér van úgy kialakítva, hogy csak a bagokra. Tehát a raklapos cuccra. Nincs benne úgynevezett shower. Mert a másiknál próbáltam, a Big Bagnál, annál felajánlja, hogy töltőcső kinyitása. Ennél nem. Ákus, az egy pót kocsi, hogy fölvegye egyből a bálákat a flatbed trailer valami, autólóados. Gyerekek, nyomassuk neki a szalmát, Azmanda. Ma mind a nagy üzembe. Nyomjuk neki. Szevasz Levente, ciao. Csak még idegen... a hamstert is ledaráltatja a komposztálóval. Ja. Csafi, te neked milyen traktorod van? Most milyen klassz? Axiom 950-es. Jó. Veszedjük, utána megyünk vetni, fiúk?
Igen, kelleni fog. Be kéne állunk háromba vetni, hő? Akár. Begyűrjük a táblákat. Sándor, nekem így tetszik ez a traktor, nincsen vele semmi gond, úgyhogy... Mondjuk a végsebesség az nem egy hatalmas, de ettől függetlenül jó kis trakesz. Pefe, milyen az orsú, jó? Szuper! Mi jobb azért, mint a másik, az nem van ormotlan, azért valamilyen forma. Hát jött most ki egy csomó a belső modoknál is, tehát meg a külső oldalakra is egy csomó mod. Úgyhogy lehet válogatni, de hát most egyesével nem mondja be mindig az ember, hogy ez is jött, az is jött, amaz is jött, hát reggelig itt lennénk felsorolni. Szóval ennek a John Deere-nek ez a kékes világítása nagyon jól néz ki. Ja. Van érdekesen lehet beszállni, Karom. Szia, Gergő, odaállsz, ha megállsz és akkor kiszállsz belőle, odaállsz a traktor mellé, valamint hogyha tényleg te ülnél be. Ja, azt nem néztem. Mondjuk a fülkéje is ilyen teljesen egyszerű. Nagyon jól néz ki, szép traket. Na, mondjuk a... Na, én azért elfogadnám, hogy előbe hallod. Jó, hát persze. A zöld-sárga. A John Deere-ek azok mindig jó, úgyhogy... Viszont a hamster az nagyon jó, mert nagyon széles a asztal, ami szed, úgyhogy... Mellé megyünk, akkor is felszedi. Rossz a hangom, már hogy érted? Ki van sűrve a karom most? Ja, szia Zolt, köszönöm a lájkot. Ja, ki vagyok égve, úgyhogy ezért rossz a hangom, vagy nem tudom. Esztegetek egy 1090-es izét, New Hollandot. New Amerikás New Holland kombány. Ikerkerék, keskenykerék, vizélet, de jó néz ki. Na, az valami új az, az nem a kék, nem a kék, nem a kék, hanem ez a sárga. Ja, hogy sárga az, nem? Igen, megpróbálom majd a Denkóval fölidatni a izét. Képet. Idegettem én is, csak nem tudom, hogy mit kell átírni. Egyszer rájövök, akkor meg fogom csinálni, biztos. Általában két helyen kell átírni, mind a kettő egy capacity felirattal le van ellátva. Én is azt néztem, ilyen capacity, de nem tudtam, hogy mennyi a kapacitás, és 14.500 körül van neki. Igen, az annyi szokott lenni. De ez két helyen alapnak szerepel. Annyi a titka az egésznek, hogy mind a kettőt meg kell, át kell írnod, mert különben csak fél, vagy rosszul lesz kiírva a boltnál is. Másrészt meg nem tölt annyit, amennyit szerettél volna belerakatni. Aha. Na, ez is bejött, az is bejött, én is megjöttem. Na, Jesse, köszönöm szépen a lucot és hello. Mennyire vettem a John Deere-t? Valami 3 kiló körül volt, azt hiszem. Ja, ettől sem meg összetörtek, jaja, úgyhogy... Az is nagyon jó sikerült hétfőn. Kinulláztak. Hova menjél már?
Szevasz, Doma, jó estét, hello! Na, összeszedjük még a maradékot, behozzuk, picit rendbe rakjuk, meg elegyengetem, meg megtaposom, aztán letakarom, mert tovább nem, és többet nem vágok már hozzá. Ez jó lesz egy kis extra lóvénak, úgyhogy. Na, szevasz, Jesse. Meddig fog tartani? 9 óráig, ameddig szokott általában. Még két csík van egyébként, az olyan körülbelül 200 ezer. Azt még gyorsan összeszedjük. Ruben, nem tudom, mikor lesz 7 Days to Die. Maximum hétvégén, majd valamikor lesz. Nincsen Doma kormányom, billentyűzettel játszom. Szia Zsolt, jó estét, üdv! Én egy estélyi kormány játszok. Na, estélyi? Akme estélyi. Az ilyen force feedback-es? Húva, most... Visszarán? Ráz? Igen. Na, akkor az jó. Ez ilyen este, amikor elkezdtem játszani, úgy rázott, mint az állat, mikor patkár felemedjek. Már kikapcsoltam belőle. Pedig úgy az igazi. Tegnapi traktorra, ott áll bent a BGA-nál, most John Deere-re dolgozom, vissza lett rakva, úgyhogy vettem egy John Deere-t, most ezzel megyünk, hogy John Deere-rel is melózzunk. Tegnap az volt a kívánság. Így van. Tegnap az lett kérve, hogy John Deere-re menjünk. Most John Deere-re megyünk. Halik három, Mizu. Szevasz, Incognito. Mizu, semmi extra. Ki vagyok égve, mint a gyufa. Próbáljam ki a Tátrát. Hát most a Tátrába semmit nem tudunk neked rakni, de majd ha ürítjük a BG-t, akkor lehet, hogy Tátrával fogjuk. Szevasz, Roland, szia, András, hello. Milyen traktorok vannak? Van Quadtrac, van Fendünk, van John Deere-ünk, van Klasszunk. Van vagy ötféle trakesz legalább, ha nem több. GC. Van GCB is, ja. Chiptuningos, azaz. Szia Balázs, jó estét! Na, már csak egy csík van hátra. Azért így hárman, azért haladunk, fiúk. Kaporázzuk egy kicsit, az biztos. Hát csinálgatjuk, Doma, dolgozgatunk, haladgatunk.
Szia DK Martin, hát a komposzt csinálóba úgy kell üzemanyagot rakni, hogy kell az a sárga. Kell a Universal Technology-ból a sárga seles üzemanyagtartály, abból töltesz és akkor működni fog a komposztgyár. Na, Doma, köszönöm a feliratkozást, de ha nem publikus, akkor nem jelzi ki, úgyhogy, de amúgy köszönöm. Ja, hát a Big Bad-ban van két nagy traktor, úgyhogy ja, azt tudjuk. Na, utolsó csík. Egyébként 90%-ban a legtöbbször az a sárga üzemanyagtartály működik, a legtöbb ilyennél. Tehát valahogy így csinálták meg, hogy az a favorit, az kell mindenhova. Szia Kiki! Jó telt a napom, szép lassacskán eltelt, úgyhogy mégis nem volt semmi gond, csak fáradt vagyok eléggé. Szavasz Imre, jó estét! Hát szerintem pont nem lesz tele ez a hamster, nem lesz meg ez már 100 000. Szia Edmond, hello! Szia Szabolcs, nem maradtál le semmiről. Azt hiszem talán 400 dollár is a John Deere. Nem is lehet 400, nagy... 400, igen, annál nagyobb nem. Ja, az a vége, 400 dollár is. De szép egyébként, szép, szép traktor, tehát jól néz ki. Na, ott volt a vége, ennyi. Ezeket a fákat, aki kitalálta, hogy a alsó ágába bele lehet akadni, hallod? Szívás, mi? A szívás egy hülyeség. Vágd le láncosan. Összes ilyen hülye fát ki kéne vágni. Még lehet menni az út mellett? Ja, ezt megint bebugul a pály. Nem, de pont úgy akadsz be, hogy az összes pótkocsi fölakad rajta.
Tudom, hamsterezünk ezzel. Most mindjárt itt megtaposom a gödröt, leterítem, aztán meglátjuk utána valami mást. Szerintem a sörfőzdénél tele van a futószalag, úgyhogy elviszik a raklapokat eladni, ha jó áron megy a sör. Egy kis bevételre teszünk szert. Egyébként ott pihen a quad, most egyelőre nem használjuk. Üzemen kívül. Bődület mennyiség elfér ebbe a komposztálóba. Jaja, Szil Milán, köszi. Van Minecraft, két millió hétszázezer van benne. De telik már benne hátul. Az nem semmi. Szerintem ez is ötemmes. Jó, és biztos, ja. Lassan el fog fogyni üzemanyag belőle, mi? 8500 liter dízel van még benne. Hát nem tudom, hogy most lent van még üzemanyag a üzemanyaggyárban. Meg kell nézni. Hát majdnem 1 millió van benne, míg a tömörítés az nagyon gyenge. Ennek Drenko biztos örülne, ha látná, amit csinálok. Sírózást. Szerintem a másikkal, ezért Fender szokta, a másik kicsi Fender szokta tudni, nem? Lehet, nem tudom. Ugye kihozzuk, megpróbáljuk azzal is. Ezzel csak taposni szoktam, ugye rá szokta rakni a súlyt, de előre-hátra. Két fend is, ami... Egy ezres, meg egy 900-esben. Aha, gondolom ezressel szokta. Ő azt mondta, a fend az a traktor, hát látom, nálam már három van. Tudod, Drenkóval traktorral van úgy, mint más az alsógatyával. Ha izéje hiányzik, az az 50 lóerős piros traktor, tudod, ami neki van, nem tudom, MF vagy melyik az? Ez a IMT vagy mi?
Az, azt jelzik már csak nekik. A belső módos farming már nem fog folytatódni, srácok. Hát egy, hogy nem hoztolok már farming szimulátort. Hát kettő, hogy csak szerveren játszunk, ha játszunk. Még igen, ezzel egyszerűbb a pakolás. Trisix-el nehezebb. Szia Domi, hello! Még csak 35% a tömörítettségi szint. Szia László, köszi! Van még máshol, izé? Száma? Tudomásom szerint nincs. Van itt 1.100.000 komposzt már készen. Hát az csak a izéhez kell, a üvegházakhoz, meg a gyümölcsösbe. Trafi, mész? Megyek. Hogy kicsit elbombultam. Most egy pár percre is tűnök. Jó. Csak nyugodtan. Elvileg valahol ott lenne a teteje, mert annál fél nem lehet tolni, de valahogy nekem nem olyan jó sikerül, mint Denkónak. Nem véletlenül a sírómester. Én csak tologatom itt.
viszont a tömörítés legalább jó halad, 54%, ez is valami. Próbálunk ráállni csak a tömörítésre, meglátjuk, hogy sikerül. Még ezt már lehet a quaddal kéne. Lehet. Nem tudom, a 3-6, az új 3-6 az annyira nem... Nem tudom, valahogy kicsit más lett. Annyira nem frankó, vagy nem tudom. Ez az új pedig szerintem, nem? Aha, ez az új, persze. Le volt gameplay tealer fordítva, tehát nyomtam lefele, meg fölfele, meg csináltam, hogy kell, aztán. Megnézzük a quaddal a tömörítést. Hát ezzel jobban megy egy kicsit. Szevasz Ádám, jó estét! Elegyengetjük itt a dolgokat, egyből a tömörítés felugrik. Szia Balázs, angol házi csinálás közben legjobb engem nézni. Na, örülök, ha így gondolod.
Hát igen, most már a suli pörög, úgyhogy sokat kell házit csinálni, meg tanulni a dolgokat, ja. Fölösleges tanulni. Nem? Hát azért alap dolgokat meg kell tanulni. De egyébként nagy részét nem fogod használni az életben annak, amit tanulsz, úgyhogy. Befele dobtad egy zúrsúlyt. Meg vissza, hallod? Nem fogod tudni fölvenni. Állíts vissza oda. Na, 100%. Letakarjuk. Na, hát ez egy darabig eltart, mire ez megerjed. Ugye 5-ös idő nem pörög annyira. Na, 12, 11, 10, 9, 3, 4. Szia, Pisti. Mit ebédeltem? Lazanyát, azt hiszem. Szavasz János. Csaba. Nem tudom, hol van Fater. Na, behozzuk még a fűnyíró gépezetet, azt kint felejtettük. Szia, Anime Man, hello! Minden live-odna itt vagyok, mikor kapok moderátorságot? Hát ez nem így működik, úgyhogy... ...2222-ben? igen, itt napok óta esik az eső, úgyhogy jó szar idő van. Holnapra meg annyi esőt mondtak, hogy csónakkal kell majd közlekedni, úgyhogy... Megint? Ja, szia Szabó Jones, hello. Ja, annyi eső fog esni, hogy nyugodtan csónakkal lehet közlekedni. Aztat mondták. Rettenetes ára van a sörnek, most nem adjuk el a sört. Viszont... Megnézzük, mi a helyzet itt a szendvics gyárba. Például vajat lehet idehozni, úgyhogy hozunk vajat. Hát ezt nem tudom visszaállítani. Nem találom. Pillanat, segítek. Hát megyünk a tejfeldolgozóba és hozunk vajat. Na, MTZ-8-an apakoltál meg két pótkocsit?
Hát egész országra ilyen esős időt mond, úgyhogy hát anime men itt van Atez, Fefe, Laja, Safi. Öten vagyunk a szerveren most. Na, ez a joghurt, úgyhogy nekünk a másik kell. Fefe ott van. Igaz. Hát itt van rajtam, látod? Hogyan látod? Sziára. Mi? Vedd fel azt, ami ott van, hallod? Mindjárt visszahett a másikat. Ott van a izén, a megállni tilosnál, ott van a egy. Azt vedd fel. Azt visszahettem. Ja, ja. Én nincs is. Lenyémat tetted le? Ő vissza a gépbe, mert itt maradtál. Ez a pót meg bebugolt, valami nem jó vele. Vagy mintha lennének rajta raklapok. Szerintem lehet, hogy újra kéne érnítem a szervert, nem? Lehet. Dániel, a bármelyik FS17 modos oldalról le tudod tölteni a pályát, ott van a címben a pálya neve, úgyhogy... Szia Máté, köszönöm szépen! Szevasz Mr. Itúró, köszi! Ha restartoljuk, akkor berakom azt a nagy vetőgépet. Fefe, akkor az a két nagy géppel, azzal behúzzuk az összes táblát, ha? Hallott Fefe, szállj be, mert ki, mert itt vagy. Két helyen vagy. És jó, most már jó. Megvan a súly? Ez is megjavult. Meg, de itt van előttem, megjön. Ott van, nem látod? Megvan? A rajt van a gépen, de még itt, itt van lent. Az igen, Szabó Zsősz, 3000 másolom. A főrakom a Lajának a gépébe. Na, ezután pedig viszünk le, vagy két adag sertést a húsfeldolgozóba, mert ott is most áll a munka, nem volt elég állatunk. Szia Xavier, jó estét! Na, megyünk vetni, Fefe? Jöjjünk. Mondom, megyünk vetni? Ha mondom, menjünk. Ja. Vagy elviszünk az jószágokat, mit akarok mondani, lefugarozunk, mert ott van 139 sertés. Kéne hús is. Azt viszem már én most.
Viszed? Akkor jó. Aha. Akkor menjünk vetni. Nem fogja tölteni a tartályt. No. Gyerünk, animal transport. Szia HNB méhészet, jó estét! A térképen a narancssárga az a közút, tehát ez a betonút, ami megyünk az aszfalt, a zöld az pedig a vonatnak az útját jelöli, tehát az a vonat sín. A aggravation mapot nem hiszem, hogy kipróbáljuk, mert van már bőven pálya, amit ki akarunk próbálni. Full grafikán van az FS17, Pisti, közel azt hiszem full grafikán, igen. Fáradtan anime ment, de egyébként jó, semmi baj nincsen, csak fáradt vagyok. Mindegy, egy-két adagnyi sertést lehozunk szerintem ide, hadd legyen belőle szalámi, meg kolbász, meg ilyenek, husika. Két adagnyit, az kevés lesz. Szerintem oda legalább 4-5-öt fordul, azt mondottam. De akkor nagyon elfogynak a sertések, nem? Majd nőnek még. Akkor jó. De. Mert az a baj, hogy az ilyen szendvicsgyárnál mindig kolbász kell, azt az mindig ki van fogyva. Ja. A hús az meg várjál, hova kell, az meg azt hiszem a konzervgyárba, vagy nem is tudom. Hát a cseresznye meg a szilva az a műzli gyárba kell, először oda menjen. Ha van még ott, oda még fér szerintem. Majd lisztet is akarok fölvinni a malomból a pékségbe, mert biztos, hogy az is már van. Csinálta a malom már előbb már lisztet. Repcéből kevés van nekünk. Van-e repce valahol vetve? Repcét azt most betette az izé, a sapi. Akkor az van. Azért nézem meg a térképet, hogy mi van. Kettőse van te. Aha, látom. Esünk sárgalépát. Várj, a szoba kell sárgalépát. Konzervgyár talán, nem tudom. Nem oda, ja. Oda kell? Megnézem mindjárt. A 4-et tudunk elvinni. Konzervgyárhoz kell a nél, az a liszt, a karotn, az a répa. Hátul megpörög a Minecraftnak a zenéje, hallom. Ja, nálam, miért? Gyerek, az játszik a Minecraft-tal. Aha. Jól tudom, hogy a következő kiadásban már lesz gyümölcs termesztés is. Hát nem tudom. Majd kiderül, ha kijön a Platinum Edition. Jó, a Mr. Rituro, oké. Na, szegény disznókat kicsit meghánytatjuk itt.
hogy is hívják ott, krumpli, vörös hagyma kell, karót, hogy is hívják, akkor répa, jó. Na, örülök, ha így gondolod, Mr. Jutúró. Mi legyen, répa? Szia, répa. Ez a fuvar itt a MN-e beillik már egy izének, LTS-2-nek, ahol annyit kell menni a tanyától a húsfeldolgozóig. Rendes hosszú fuvar. Szia Anta, jó estét! Ja, répa farm. Akkor répa, jó? Ja. Na mindegy, egyik táblát bevessük itten. Karon, te melyik Minecraft-ra fogsz ma játszani? Fingom nincs még. Még nem tudom. Ha azzal fogsz játszani. Még odébb van, meg ha azzal, igen. Belenyitja az egyik ajtót a másik pótkocsiba, érdekes. De mindegy, legalább átvette, most van 24 állat. Abból nem tudom mennyit fog csinálni, de hozunk még le egy kanyart. Na, most indult be. Már csak 19 van. Egyből ötökbe is vett. Szia Péter, jó estét! Na, megyünk még egy kanyarért. Na, másod be, Fefe! Semmi extra, Péter, befejeztem a sílózást, letakartam a gödröt, most vittem vajat a szendvics gyárba, meg hozok le sertéseket a vágóhídra, legyen egy kis szalámi. Dolgozgatunk. Szépen lassan haladunk. Részem? Ha. Mehetek? Ha. Meg neki vegyünk az oszlopnak. Szevasz, Zsédaf, hello! Ez a vetőgép a másik, amit ha el akarok majd rakni, ez annyit visz, mint most ez a két gép, hallod? Hát az meggyorsítja majd a vetést, az biztos.
Ez 15 méter, az meg 36 méter. Még, 5, még 6 méterre szélesebbet visz, mint az a két gép. A Big Bad-ban mekkora a vetőgép? Körülbelül ez is ilyen 36-46 méteres körülbelül lehet. Ebből két-három gép után ilyen vetőgép, az már teljesítmény utána. Hát de akkor a földekhez kell is. Persze. Ha nem egész nap vetni akarsz, reggeltől estig. Aha, de reggel estig nem fogok vetni, hát dolgozni is kell menni. Jaja. Legalábbis nem árthat meg. Irány a vágó híd. Érdekes egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy a... Ha tesz átrakozom a gombosra, mert mindent visszahallok. Azon vagyok, csak állítom a GPS-t. Ja? Akkor jó. Mongolboson vagyok. Csak mikor beszélek, akkor halsz mindenbe. Na, szóval érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy a sárga Shell üzemanyag tartálynál is, ugye, hogy általában aznál fogadja el az összes gyára az üzemanyagot, az összes ilyen vágóhíd, meg ahol állatot kell szállítani, általában meg csak ezt a típusú állatszállító konténert, vagy hát pótot, meg kamiont fogadja el. Valahogy erre a kettőre álltak rá nagyon a módkészítők, úgyhogy ez a kettő minden ilyen gyáros pályának az alaptartozéka gyakorlatilag, mert enélkül ugye nem lehet üzemeltetni ezeket a helyeket, úgyhogy elég érdekes. Szia, Adé, jó estét! Hát, uraim, itt vagyok most már. Oké. Mit csinálunk most? Mi vettünk ketten, ha akarsz. Jó, akkor lépek a harmadiknak. Melyiken vagytok? Hármason. Oké. Tű. Hát nem tudom, Laja, a... Ha cseresznyihez nem fogadja el, akkor ragd a másikhoz. Hát fel. Lehet. Valami plum, nem? Plum, 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 azaz plum. Na, milyen buk van? Na hát a nagyvágóhíd már el is használta, amit hoztam, az állatokat levágták. Mindjárt oda tabulok le, csak kipakolom az állatokat itt a szalámi gyárnál.
Harmadik vetőgép merre van, uraim? Nincsen. Nincs harmadik, csak kettő van. Kettő van összesen? Nem három volt? Három volt, csak kettő van. Hogy egy... Lajász, hogy sikerült? Igen lett adva. Próbáltam, egyet eladtam. Aha, de egyébként ez a OAT, tehát a OAT az a izé, a ZAB. Ide a ZAB-ot kell, a többi három helyre meg ide kell a izékat hozni. A gyümölcsöket. Tehát ide kell a málnát, epret, ide meg a szilvát, meg a cseresznyét. Tehát ez a kettő. Onnan jó dobott valami. El. Az igen. Flaume a szilva. Hát itt izért ír. Flaumen. Ja, meg plum angolul. A szilva. A cseresznye az meg kirsen, meg sherry. Hát ezzel a kamion nem tudom mi lesz, mert ez annyira beleállt a falba, hogy ez így... Ennek így annyi. Hát ezt maximum ki tudom innen resetelni. De akkor ez tényleg olyan bug, mint a ETS2-ben volt elhajított. Várjál, mert meg kell keresni, melyik az. Na, maga az izi, az megvan, meg ez is. Na, visszaraktam Laja a tanyára, úgyhogy... Akkor próba kettő. Szevasz, deszfeszító, jó estét! Na, örülök, ha tetszik. Nem tudom, vittünk már oda cseresznyét, meg szilvát is, eddig nem volt ilyen bug, úgyhogy nem tudom, hogy mi történt, vagy miért. Akar tenni, cseresznye helyett a kamiont a gyár. Szippantotta, mint a mágnes. Na, viszont most nálam is itt van a Shell tartálynak a bugja, amikor a cső az oda van még rögzítve, a nem tudom hova. Itt megy a cső egészen szerintem a üzemanyag tartályig. Ja. Ez is érdekes, kicsit bugos. Lehet, hogy kellene egy új restartot egy csinálni, restart, nem? Jaj. Na, most már csak az a kérdés, hogy hol van nekünk olyan... A modok között nem látom a modolt vetőgépeket. Modok között? Nincsenek bent a modolt vetőgépek. Szerintem ki lett véve, nem? Csak a izé van már. A izé vetőgép van bent, ami a játékon belüli vetőgép. Nagyot keresed, ami a széleset? Elég az, ami a gyári van bent, mert az mindent tud. Gyári az a mor 224 ezerért. Extra maps, az van rajta. Extra map extra. Viszont olyan külön ez a tartály, mivel lehet a lisztet szállítani, olyan lisztes tartályon külön nincsen? Nincs, szerintem. Mert a legtöbben, ahogy nézem, víz van. Igen. Az a tartálykocsi, az a letiszta. Megvan, Safi? Mondjuk ezt egyébként is
ki akartam próbálni. Elvileg van itt egy hatalmas víztartály, hogyha abba leeresztem a vizet, hogy onnan vissza lehet-e majd szivattyúzni. Megy lefele, megy lefele. Ja, mégis akkor itt a... ezt a tartályt fel lehet tölteni jó sok vízzel, és akkor innen is lehet vizet vételezni. Na közben a malomnál megnézem lent mennyi lett liszt. Ide hoztunk 500 000 árpát, na, van már 274 000, az igen. Akkor viszont let's go. Ha jól emlékszem, akkor talán a konzervgyárba is kellett liszt. Igen, kell oda. Igen. Igen, ide kell még répa, vöröshagyma, meg hús. A répát most vetünk. Jó, a hús az most készül, és vöröshagyma az van. Az van benne. Akkor hozok majd ide is egy adag lisztet, 100 000-et. Jó. Jó, akkor megy egy adag a pékségbe, egy adag meg a konzervgyárba. Ott is kell majd vetni vöröshagymát is. Na, akkor most egy kicsit fuvarozgatunk itt lisztet. Szavasz Bence, szia Noel, jó estét! Na, hát átvágunk a rengetegen. Ennyi, milyen példát mutat tegnap? Neki is mentem az első fának. És mindenhol ezek a jó kis ágas fák vannak, hogy még csak véletlenül se tudjál átmenni, hogy beleakadjál, úgyhogy tök jó. Azaz, Laja. Troll. Hát annyira messze van a malom, a pályának a másik felén hallott, hogy muszáj egyszerűen levágni az utat, mert sose érek oda. Szevasz Levente, jó estét! Jó, most a... jó, hát az bug volt, úgyhogy arról nem tehetsz. Vagy ki tudja? Vagy ki tudja, éppen igen. Nem látta senki. Na, erről szól. Nem tudom, egyszer már raktunk, tehát műzlit már adtunk el, ha jól emlékszem, úgyhogy elvileg jónak kellene lennie. Szia Marcia, jó estét! Na, itt is elszórt raklapok mindenfelé. Tornádó elvitte őket. Üres? Nem, valamilyen raklapot. Szerintem, mikor fölveszi az ember, akkor egy-kettő ezt... Paradicsomos, meg ilyenek van szétszórva. Volt nálam is, mikor eltűnt. Fölvettem, és egyre eltűnt az én a kamionról. Jaja, sajnos ez ilyen. Na, nézzünk egy kis lisztet.
Hát Antal, azt nem tudom, hogy mennyire lesz összetett a 19, tehát ennyire nem hiszem, hogy meg fogják csinálni, de minél több lehetőség lesz benne, annál több lehetőség lesz a modulásra, meg az egyéb dolgokra. Úgyhogy reménykedjünk. Szia Michael, jó estét! Hát Laja, a tönkölybúz az, majd azt is kell akkor ültetni tönkölybúzát. 11-re majd azt teszünk. Jó, hát viszünk azt, ami van. Nincs aztán... a raktárba bent? Nincs a farm silóba bent? Nem nézted meg, Laja? Tönkölybúz az a hosszú baseball ütőszerű. Van benne 17 000. Hát az nem több, sok, mint, az több, sok. Több, mint a nulla. Hát a semminél egyébként igen, tehát arra jó, hogy egy picit menjen a gyár. Majd itt sorba ezeket kell vetni mind. Hát az is kell. Én most a sima lisztet viszem, úgyhogy... Szevaszati, jó az új profilképem. Hát megmondom őszintén, csak annyit látok, hogy valami zöld, meg fekete csík van benne, meg nem tudom, mi van középen. Na, itt is volt egy eper raklap. Az út szélén stoppolt. De most nem vettem föl. Nem veszek fel stopposokat. Ez a ba... Ezének kaszának, mint a zombik, majd várják. öt hashtag azaz. Öt hashtag tátra. Szia, Karelsz gépelő, ültem és gondoltam, megleplek egy lúccal, és képzeld, úgy eláztam, mint a kutya, amikor vártam a buszra. Na hát, Marci Fighter, köszönöm szépen a lúccot. Igen, sok helyen szakad most az eső, úgyhogy meg hideg is van, úgyhogy fel is kell öltözni, meg vigyél a sernyőt, meg mindenki. Jó van, Ati, rendben. Szia, Péter, jó estét. Vége van a nyárnak. Fáradtam, Péter. Ja, vége a nyárnak, úgyhogy... Hüvösszelek járnak. Na, várjunk, mert itt a lisztet, azt viszont nem tudom, hogy hova kell. Mél, a mél. Nyegyenesen be. Ez az. Ja, megvan. Azaz, mail. Ja, már megy is fölfele, jó. Érdekes egyébként ugye, hogy van, amiből ilyen nagyon-nagyon sok százezer elfér, meg millió egyes helyeken, de van, amiből meg csak ilyen alig tud az ember pár ezeret termelni. Tehát például azért a szalámi is, meg a hús is annyira... Több állatka kellene, ja. Hát jó, de mennyi? Ebből most vittem le mennyit is? 48 disznót, és nem akarok hazudni neked, lemegyek most direkt a Vágóhídra. A 48 disznóból csinált 3360 kolbászt. A 40, 48 disznóból. Aha. Ez kevés. Tehát most hús van itt 16.080, de szerintem ez még nem lett elvíve.
ez az összhús, ami az összdisznóból, amit csináltunk. De egyébként tényleg, tehát ilyen... Hát egy-két ezer állat kellene ide, nagyon-nagyon kevés. Vagy nem tudom, hogy csak a disznóért ad-e ilyen keveset, lehet, hogy tehénért többet ad, azt nem tudom, de... De ez... Kicsit furcsa. Vagy túl lett tolva lökve, nem tudom. Utóban is, ha emlékszel, akkor is ilyen 300-400 disznó volt a másik pályán. Akkor normálisan adta a húst. Uh-huh. Mondtad Renk, hogy kell 300-400 disznó. Jó, de azt meg etetni, az nem... izé... megtartani, az már... Fú. Jó, mindegy, hát akkor maximum csinálunk többet. Hát majd megmondja, majd ő is jön aztán akkor. Szia Zsuzsanna! Köszönöm, hogy mondani. Viktor, köszönöm akkor szépen a feliratkozást. 100 disznót el lehet vinni, az azért máshogy hangzik 100 disznó, nem? Ha leviszed a húsüzembe. Hát az már jobban hangzik, igen, de még az sem ad túl sokat, szóval még abból is alig lesz valami kevéske. Puff neki a fának. Nem baj, lisztet viszek még most a konzervgyárba, és akkor az is jó lesz. Jó a live, megy a nagy like, jó pont srácok Káron, lehetek modi? Na Feve, köszönöm szépen a lúcot. Kásán, hallottad, ad ez? Na, mit hallottam? Amit a Karon azért mond, lúcot küldtem. Ja. Na, hát Fefe, ha írsz valamit a chatre, akkor igen, lehetsz modi. Csak hogy lássam, hogy meg tudja... Ott írta, tényleg. Melyik chatre írjak? Az itten a YouTube, YouTube chatre. YouTube-ra. Aha. Na, fordulok egyet, aztán írok. Oké. Okay. József, a konzervgyár még nincsen beüzemelve. A szendvics már működik, de a konzerv még nem. Hogy kell utcot küldeni? Hát felmész, ott van a link alul, és akkor ott írsz egy üzenetet, megkapod a visszajelző e-mailt, és akkor úgy elküldi. Jó van, Ati, majd megnézem. Hát a Big Bad az maximum jövő hét szombaton fog indulni a kanadai pálya, tehát az még azért odébb van. Rapi, szembe jön, együnk egymással. Gyere, egyek. Ki. Mondtam, hogy menjél egyek kijebb, mert jövök. Csak egy kicsit lemaradtam. Már most támadó ég. Na, ez megmegy a konzervgyárba. Na, mondjuk ott nem tudom majd hova kell borítani, meg kell nézni. Be van állítva nekem az izéd, amit elmentettél, Fefe. Várj egy kicsit. Jó lesz is. Látunk? Látunk. A fiba állítod? 15-re be van. Izéd, koppincs le! Beállítást. Ebben van már? 15-re beállítottam, igen. Ez szépen megyek mellettetek elvileg. Az van a basis, és ott van egy nyíl kosárba. Igen. Azt lekopintottad rólam?
meg vagy. Szállítottam. Akkor jó, akkor egyformán megyünk. Ez egy szép látvány, három gép vet egyszerre. Ez a hagyma, ez a izé, répa, ez a liszta, bal oldali. Ezt egyébként még nem is nagyon néztem, ezt a konzervgyárat, de hát ez valami hatalmas, hallod. Van sok minden, nem, mi? Nem gyenge. Jaja. Na, szevasz, Fefe, köszi szépen, ha így gondolod, és akkor üdv a moderátorok között. Köszönöm szépen. Kaptál egy 46-os villás kulcsot. Én köszönöm. hát... Nem tudom... Ha baj van a lúccal, akkor... próbáljátok meg ráfrissíteni, vagy valami elvileg jó napnak kellene lennie. Hát ez, abban kéne fényképet csinálni, hallod? Ja. Nem? Próbálok. Tényleg jól néz ki. Kis, mi a kis sek? Mi lehet? Print screen. Print screen. Szia Patrik, jó estét! Ennek ki kell másolnod egy fotókezelőbe. Szia József! Paintbe vagy ilyesmibe is akkor tudod elmenteni. Hát nem, itt van belső is fénykép, nem? Tudom. Játékon belül is lehet valahogy fotókat feltenni. Kell, hogy legyen. Szevasz, Varlok, ciao. Látni, ezt már tudom, hol van. F12 talán a print screen, vagy valami ilyesmi. Laja is írja, hogy F12-vel lehet, igen. Szia, Rogóliát. Csafi, te mész előre. Oké. Okay. Na, hol a kis rakodógép? Oké, okay, beálltam. Gyere, Fefe, ne maradj le! Na, megy ez rendesen, Monki, köszönöm szépen a lúcot. Igen, úgy látszik működik a... Működik a lúc. Meg haladunk az E3-an. Egységben az erő, tudod? Egy vissza, és akkor már majdnem be is fejeztük. Még lesz vagy két-három körünk, igen. Annyi azért nem lesz három. Egy biztos. Még kettő bele fog térni. Hát elvileg a lúc működik, mert látjátok, hogy jönnek a lúcok, tehát... Lehet, hogy egy újraindítás, vagy bebugolt valami, vagy... mit tudom én. Teheneknek hozunk már tápértékű ételt.
Megyünk a Tátrával. Hogy befele állnak a kerekei. Na, ez meg forgó zsámolyos. Bizony. Ráadásul mind a kettő az. Van egy fekete is, vagy az MAN? Nem is tudom. Valahogy. Az MAN. Az MAN, de ugyanúgy forgó zsámolyos. Ha. Ott van a kis hófehér, mert... Jaj, a varlok az jó nagy kanál, úgyhogy lehet vele pakolni. A tehénből is lesz szalámi, igen. Te mész előle tesz? Először hozunk ide egy kis szilás. Ja, megyek. Hadd menjen a keverőgép ezerrel. Hát a trágyát több mindenre is fel lehet használni, igen. Lehet műtrágyát csinálni belőle, meg nem is tudom még le. Tehát a földeknek a... földeket is le lehet vele szórni, duplázni a... termés. Javítja a talaj szerkezetét a földnek. Ja. Hashtag Tátra. Igen, ritka alkalmak egyik, hogy Tátrát vezetek, úgyhogy... Le kell fényképezni. Videón van a bizonyíték. De ja. Írom éjjel azért meg, hogy a karom ment a fehér Tátráddal. Nem, ezeket a dömpereket nagyon jó, hogy berakták, mert eddig nem nagyon volt ilyen, tehát ez elég hiányzik. És most így nagyon jó, hogy van többféle is. Ma láttam egy ilyen hasonló a plató szerkezete Volvo-ba. Volvo-ba? Uh-huh. Volvo-ba csak egy baj van, hogy FS15. Ja, hát az... Nem, ugyanúgy létezik ez a... 17-re is, FH16-os. Múlt héten vagy hogy találkoztam vele. Volvo? Igen. Szép zöld izé plató, de ilyen hasonló a platója, mint eznek a Tátrának. Igen, ez a helyzetű színezhető volt, ha jól emlékszem. És indult a keverő. Hát úgy látszik, most rájöttek, hogy jó, hogy beraknak ilyen dömpereket, tehát ilyen boríthatóst, meg pótost, és akkor más is elkezdett csinálni. Helyes. Lehet válogatni legalább. Így van. Minél több, annál jobb. Persze. Többet rak meg, vagy Bamból is rak, Volvo-ból, Merciből, minden, hát több fajtát. A Scania is jó lenne. Amilyen a kamion, ugye arra ja. Ráépítenének. Szia Bence, jó estét! Na, a Laja hozott fel üzemanyagot?
Pakoltam az előbb a kútba is, abba is van most valami 9900 körül. Na, itt van Drenko. Szavaz Drenko, mi a helyzet? Hát sajnos igen, sajnos igen, varlok mindig kérnek modit, de hát nem foglalkozunk velük. Egy ember kért rám a modit. Kapta. Jajaja. Na hát a 63 szalvas marhának kellett, vagy majdnem 80 ezer teljes takarmány keverék, úgyhogy esznek rendesen. Karun olvassa a TS-re? Ja, látom, Károly, lehetek modi? Aha, jajajaj. Na, a maradékot meg visszaviszik a sílóba. A Tátrával. Jól hallott a silómester úr? Jaj, reméljük, hogy figyelt és hallotta, hogy a Tátrával megyek. Közben és a fehér Tátrával megy. Jaj. Na, elérte a komposztálóig? Remek. Ebből a sárga lépában sok mag nem fogy el. Nem, ez nem veszi a magot. Akkor nem egy burgonya, hallod, az úgy eszi, mint az állat. Ja. Aha, kapom a gumicsizmát, jó van. Óvatosan megyek vele, nem is nagyon koszoltam össze, de mindjárt le is rakom, úgyhogy... Egyébként igen, Csaba, úgy néz ki, mintha defektes lenne, itt elől kicsit túlságosan bele süllyed a betonba, de hát... Hát vagy ilyen lapos a kereke, nem is tudom, nagyon, nagyon mélyen van, igen. Igen, Antal, mert ilyenkor kitabolok, megnézem, hogy teljesen mit írtak. Az igen, Varlok, igen, ez egy érdekes beszélgetés. Na és itt van a pajtása a Tátrának, a fehérnek a fekete. Az MAN. Mondjuk az így nem lóg bele most a betonba. Na, elnézünk a BGA-hoz, hogy esetleg... Még egy fél sorod maradt be. Nincs-e kész a téma? Na, 80% az erjedés. Nem sokára kész lesz, még egy pár perc. Na, addig eladjuk a sört a MOL-nál, mert jó ára van. És csak az a kérdés, hogy hol volt olyan pót, amire lehet raklapot rakni. Ja, itt a szendvics gyárna. Na, irány a sörfőzde. És utána meg a benzinkút. Eladjuk a sofőröknek a sört. Ferenc, a komposztgépbe lehet tölteni szalmát, meg nem is tudom még mit. Azt hiszem füvet is. Füvet is lehet?
De ezt még nem próbáltuk ki ennél a változatnál, de az alapból igen. Legfőképpen szalmát, mert... ugye aratás után nagyon sok marad, föl tudod hamsterelni, és akkor lesz egy rakatnyi. Nekünk is több millió van, úgyhogy... az mehet bele. Szia Márton! Szia Láker Bárci, jó estét! Na, azt is meg lehetne nézni, hogy milyen áron veszik át. Mit? Mármint a komposztot. Nem se a gyümölcsösbe, se a üvegházhoz nem kell ennyi. Ja, megnézzük majd. Ne legyen este, nem lehet látni semmit. Hát ötösön pörög az idő a szerveren, úgyhogy nem fogjuk eltekerni az éjszakát, mert bevugolnak a gyárak, úgyhogy marad a sötét. Most így nem lehet látni semmit, sajnos ez ilyen. De azért a legtöbb helyen elég jó világítás van, úgyhogy. Ah, szép. Nézd már meg a kijelzőn, Laja, hogy mi hiányzik hozzá, hogy nem megy. Na, szép munka srácok, így tovább. Milyen a Morrisland, nem volt alkalom még kipróbálni. Warlock, köszönöm szépen a lootsot. Elég frankó. Tehát szerintem itt mindenkinek tetszik, úgyhogy nincs vele gond. Matasz alszik? Itt vagyok. Ez azért a csirómester úr. Nem, itt vagyok. Nem alszok, dehogy alszok. Majd hajnalban megint csetelek, ne félj vele, várjál csak. Ébresztem, várjál. Akkor következő vörös hagyma, ugye? Meg mit mondtatok? Tönköly búzát beszéltünk tönköly a 11-esbe. Akkor tönköly búza inkább, mert azt mondta, az kéne először, azt mondta a Laja. Na Márton, örülök, ha tetszik a live. Több mint 2 órája és 8 perce. Szia Máté, jó estét! Esben nyomjunk tönköly búzát? Akár. A 11-es üres, nem? Vagy a 12-es is? De minden, 12, 11, 10, 9, 4, ezek mind lehet vetni. Akkor menjünk a 11-re. Abban itt a 4-es, lemehetünk. Igen, az itt van alattunk, oda mehetünk. Na, nézzük, 336 ezrünk van. Meglátjuk, mennyit kapunk a sörért. User disconnected. Igen, megvan a GTM. Szavaz, Renko, ciao. Na, mi volt 338 ezer, vagy mi? Vagy túl közel voltam. Na, elég durván pörög a lóvé fölfele. Gyakorlatilag majdnem a 3 raklap az 100 000 volt, úgyhogy... komposztot nem lehet eladni? Hát a gabona elevátornál ott átveszi, de... meszet nem lehet eladni. Szia Péter, köszi szépen, hogy itt voltál. Ciao.
Kim maradt a nyuszi? Sziasztok, egy kis lúc nektek, jó játékot. Viktor, köszönöm szépen a lúcot, és köszi szépen. Na, egyébként lassan 200 ezernél járunk, és még van itt raklap, úgyhogy szerintem a sörrel több mint 300 ezeret fogunk keresni, ami azért nem olyan rossz lóvé. Pár raklap sörért. Szerintem melyik a legjobb proci? Hát nem tudom. Nekem most Intel van, én meg vagyok vele elégedve. Szerintem elég jó, bár nem olcsó, de viszont jó. A mész miből lesz? Nem tudom, Antal, szerintem... Mészkőből. Mészkőből. Azt be kell oltani, és akkor az lesz a mész. Nem, még nem csináltunk itt meszet, úgyhogy... Nem is. A mészkövet ki szokták égetni. Utána szokták beoltani, nem ugye? A termékek között látták a meszet, arra kérdezett rá szerintem a srác. Ja. Yeah. Hát, mit tudom, tejvő? Az is hasonló, fehér, nem? Nem tudom. Nem akarta elküldeni a gépen böngészőben, csak telefonon. Ja, a lúcot? Hát előfordulhat, lehet, hogy a lúcnál van valami probléma. Na, Audi bolyt, és elkezdte játszani, na, örülök neki. Szevasz Patrik, ciao. Szia Teréz. Köszi szépen. Na, mindjárt eladja az utolsó raklapot is. Na hát, amennyi raklap elfér a sörfőzében, azt elhoztuk ide, és olyan 350-360 ezer eurót kaptunk érte. Na, az elég szép bevétel. Na, minden rendben, a mindenből. Épp azt néztem, hogy körülbelül ezzel az összeggel kezdtük, ugye? Nem tudom. Hát az elején vettem ugye egy John Deere Truck-ezt, tehát csak elvileg az volt a kiadás. Nem, úgy az egész játékot. Ott 20 milliós összeggel kezdtük, ugye? Már annyival. Valami olyasmi, igen. Tehát összességében most ott van, hogy egy 7 milliós mínusszal vagyunk, és ha jól emlékszem, 170 óra van már a szerverbe. Hát igen, azért vettünk egy pár földet is, ugye, egy rakásgépet. Igen. Jó, hát a izét egyébként nem csináljuk, ugye, tehát
A sílózást azt most nem erőltetjük nagyon, tehát nem nagy üzemileg sílózunk, mint szoktuk, ugye még egyszer sem raktuk tele Igen. például a BG-ját, mert ugye nagyon-nagyon sok pénzin abból. Most mindjárt, ha befejeződik, akkor kezdem majd eladni, abból lesz egy kis pénz, de hát abból nagyon sokat lehetne csinálni. Ebben van, könnyen nem jön a pénz, mint a Nordon. Hát itt kicsit máshogy vannak a dolgok. Az eredeti map unalmas, nekem is keresni kell valami jó. Én inkább az ilyen tanyasi feelinget szeretem. Hát nézd, az a helyzet, hogy nekem például ma mondták, hogy a TS mapon például nincsen BGA. Tehát amit lesílózol, a TS mapon nem tudod eladni. Na most innentől kezdve például a TS map így eléggé, hát gyenge, vagy nem tudom. Úgyhogy... Szia Laci, jó estét! Szevasz Antal, te is korán kelsz? Na. De megyünk is fel a BGA-hoz, megnézzük, hogy hogy áll az erjesztés, a gyerjedés. Na, 98%. Zsír. Csak azt kell megnézni, hogy mennyi a szilárd. Tehát megint külön itt a konyár. Hát gyerekek, most nagyon pirosban van, most nem fogjuk eladni. Ez szokott lenni ilyen 2000 is, de hát most 1100 én nem adom el, úgyhogy. Mindjárt jövök, van egy kis dolgom, jó? Oké. Okay. Úgyhogy most ezt egy kicsit így hanyagoljuk akkor. Viszont például, ha jól emlékszem, ugye a karfiol, meg a illakáposzta nem kell sehova, tehát például azt el lehet adni. Úgyhogy akkor megyünk is, és eladjuk. Legalább lesz egy kis bevételünk abból is. Más nem akarunk fölvenni, úgyhogy nem megyünk közel. És akkor... Carfiol az... Bonat Export. Na, ott még nem is voltam. Legalább megnézem. Két raklap, az annyira nem rossz. És akkor utána visszajövünk a lila káposztáira, azt is elvisszük.
Ja, ide kéne lerakni a raklapokat. Na, elkezd eladni, jó van. Jó, és a lila káposzta meg a Tesco-ba megy, ott veszik át jó áron, úgyhogy ott fogjuk eladni. Na, megvártam azt a 11 percet, hogy szeretném kérdezni, milyen volt a mai napod és a munka, szokásos kérdés, mindenki nyomjon egy lájkot. Na, hát Marci, köszönöm szépen a lucot, hát a mai napom is olyan volt, mint a többi, szépen lassan eltelt, úgyhogy csak annyi, hogy durván fáradt vagyok aztán. Aztán ennyi, semmi extra. Oké, Laja, köszönjük, hogy itt voltál, ciao. Igen, Laja. Na, most a kérdés melyik a, aztán az a lila káposzta talán. Picit is fölvett, na mindegy. Eladjuk azt a picit is. Irány a Tesco. Ezt nem hoztuk túl messzire, úgyhogy mindig pörök fölfele a lóvé, még nem adta el az összeset ott lent a, vagy fönt a vonatnál. Na, most viszont duplán gyorsan fog pörögni. Nagyon jó. Békák, hogy kurutjon. Na, Szilázs, Szilázs ára nem akar följebb menni. Nem. Tudunk egyébként még például a deszkát is eladni. Nem is tudom, hogy lent hogy állott a helyzet. Van még... Raklapok is kell a dolgok. Ja, de azért azt nem. Seal order.
Raklapot azt nem adunk el, viszont faárut lehet eladunk, az nem olyan rossz áron megy. Na, Balcs, köszönöm szépen a utcot. Mikor lesz Minecraft? Nem tudom megmondani most így hirtelen. A telep így legalább dolgozni fog, ez is pénz, úgyhogy... Legalább lesz lóvin gépekre, meg földekre. Hozzunk még egy adagot. Kispót izére van állítva, hogy ezt a... Tehát nem sima pelletre van ugye, vagy raklapra, hanem erre a fadeszkás raklapra van állítva, azért szedi föl. Borc palette, az a neve, arra van állítva. Ugye faáru. Szia Döki, jó estét, hello! Nem, Döki, nem egyedül játszom. Itt vannak a többiek is, csak más csinálnak. Meg csend van. Nem szoktunk fölöslegesen zajongani. Így van. Na, ezt itt most teleraktuk faáruval, úgyhogy ezt itt darabig eltart, mire eladja. Hát nézd, feleslegesen nem kell beszélni, úgyhogy... Tudod, kik szoktak feleslegesen beszélni? Kis fütyisek. Bőven.
Faapríték. Rönkfából is van több mint 3,5 millió, úgyhogy ez is hadd menjen. Igazság szerint a disznóknak lehet vinni egy adag kaját, mert azok egy nagyon keveset lefogyasztottak, úgyhogy nekik viszünk egy keveset. De egyébként nagyjából ők is rendben vannak, úgyhogy... Na, jó kis emány. Hogy mutatja az óra, hogy hány óra van? Igen, ide kell majd nekik ugye repce, szója vagy napraforgó. Hát búza vagy izé, az árpa az van, meg burgonya, meg cukorrépa is. Majd hozni kell izét. Most tudom, megnézem a... Van szója, hozunk szóját ide. Visszafele. Be a jogkultot, meg ilyesmi. Seven Days to Die-ja nem volt időm azóta játszani. A soron következő hordát most Drenko megállította, ha jól tudom. Úgyhogy megint 7 nap jóság jön. Nem tudom, hogy mikor lesz Seven Days legközelebb, úgyhogy most egyáltalán nem volt időm vele játszani, azzal sem. Szevasz, Nedi, ciao, jó estét! Nem tudom, hogy belefér-e az a sertéseknek az egész, amit hiszek, de ilyet kiderül. Aha, hát ez akkor nem volt sok. Még most nincs 140, 100 alatt van, de... Na mindegy, akkor visszavisszük. Szóval felakasztom a pótot és viszek oda akkor szóját a keverőbe. Szevasz, lecsó, szia! Hello! Lacu elvileg nem baj. Semmi extra. Kicsit fáradt vagyok, aztán ilyen nyomott a hangulatom. Na, vigyünk egy kis szóját a keverőbe. Na, egyébként fölment 13 millióra a lóvénk, úgyhogy megérte eladni a raklapokat.
ettől beindul a keverő, lesz benne anyag. Elvileg jó vannak az állatok, úgyhogy... Egyedül tényleg itt az a baj, hogy a sertésből lent a vágóhíd az nagyon kevés húst meg szalámit ad. És nem tudom, hogy ha esetleg tehenet vinnénk, az valamivel jobb lenne, vagy sem. Rossz helyre akarom borítani. Ja. Imádom ezeket a forgózsámolyos pótokat. Ja nem. Potenciálisan jól vannak, jaja. Minden állatunk zöldben van, úgyhogy... Mondjuk pálya érdekessége ugye, hogy se a birkákat, se a disznókat, a sertést nem kell takarítani, hál' Istennek, csak a teheneket, úgyhogy legalább ezzel sem kell foglalkozni. Van helyette millió egy másik dolog, amit lehet csinálni. Havarodó sajtot csináltatok? Hát ezen a pályán nincsen sajt. A tejüzem azt hiszem csak vajat, meg joghurtot csinál, mondjuk nem is tudom, joghurtot is lehet el kéne adni. És nézem az árát. Hát, nem is rossz, 7000. Ja, 7000, az elég jó. Még tej az van, míg a vaj az megállt gyártás, lehet, hogy bebugolt ez is, nem tudom. Na viszont akkor áthozzuk ide a kamiont. Amit lent hagytam az üvegháznál. Ákos még 9-ig lesz, este 9-ig körülbelül egy 20 perc. Húsz perc, aztán vége mára. Szia, vagyok. Oké. Oké. Most kaptad az értesítést? Az jó. 2 óra és 40 perce megy a live, úgyhogy
Most értesített. Ez fasza. Jót fog tenni egyébként a tesz a újraindítás a szervernek, mert a tejüzem is bebugolt, úgy látszik, nem gyárt semmit. Igen. Aha. Hát akkor újra lesz indítva. Egy Safi, akkor berakjuk a izé nagy vetőgépet. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk csinálni vele, ha? Melyiket, a 40-est? A IH-t. Igen, megpróbálni feltölteni? Hát gyorsabban menne vetés, nem? Nem tudom. Hát meg kell próbálni, csak hogyha feltöltése... Feltöltése bonyolult, akkor nem tudom, hogy... Hogy töltjük majd. Na, itt még nem jártam, ennek nem tudom, hogy hol a bejárata. Ezt meg kell keresni. Na ne! Reggel 8-kor nyit, és este 9-ig van csak nyitva. Van ez így. Na jó, hát ezt most már nem viszem el innen, ezt a pótot, majd ha kinyit, akkor ezt be kell ide vinni, aztán eladni. Ez te egy gyár, vagy mi? Nem, gabona elevátor. De a 7190-ért veszi át a joghurtot, úgyhogy az elég jó ár. Csak hát éppen zárva van, szegényként. Na mindegy, majd ha kinyit, akkor bevisszük. Szevasz PC Games, jó estét! Ragd addig oda le a kapu elé. Hát, megint újra föl kell venni majd. Egyébként a izé sem megy. A sörgyár sem. Ugye, hogy nézem, az összes gyár bebugolt. Kiadta egy sort nekem, Safi? Nem, jövök ugyanabba. A következő üresbe jövök. Csí, komposztáló a szín. Nem baj, vége a live-nak, utána gyorsan egy restartot csinálunk. Okay. Muszáj lesz, mert tényleg megálltak a szinte az összes gyár, nem működik. Na, beviszem lemosni a New Hollandot. Mi nem tudunk csinálni olyan
például, hogy tőmagot, meg amit legyet be izélni, csomagon ilyen, hogy is hívják be, mindahogy a boltban van? Szerintem nem. Vagy hát nem tudom, hogy hogy nem lehet. Tudok róla. De a gyártott vetőmagot, mintha láttam volna, hogy valahol el lehet adni. PC Games, nem tudom, bebugoltak a gyárak, nem mennek. Újra kéne itten a szervert, aztán jó lesz, ha minden igaz. Legalábbis úgy szokott történni. Ja, újrendítás segít rajta. Ákos, az egy sima autóloados flatbed trailer. Tehát rákeresel így, hogy flatbed autóload trailer, aztán kidobja. Az fölveszi az összes ilyen raklapot, meg bálát, meg mindenféle ilyen dolgot. Minden modot mi is a modos oldalakról szedtünk a netről, tehát semmi extra, fölmentek a FS17 modszra, meg az ilyen oldalakra, és onnan ugyanezeket le tudjátok szedni ti is, tehát semmi extra nincs. Szia Vladimir, hello! Hol lehet benzint csinálni? Hát lent a olajfinomítónál, bal alul. Kell oda vinni repcét, és akkor ott lehet üzemanyagot gyártani. Fú, szegény New Holland tiszta sár. Kapott az élettől. Hát most épp új tiszta lesz mindjárt, még egy kicsi mosás, azt és karbantartás, meghúzzuk el az a csavarokat. És olyan, mint új korában. Nem tudom, hogy lehet-e vele permetezni, de van bent helikopter mod. Bármi nem használjuk, neki nincs berakva. Hát itt van a 21-es föld mellett az olajfinomító. Tehát ide jössz, aztán lehozod a repcét, oda beborítod táblánál. Itt pedig a kész üzemanyagot átveszed. Ennyi az egész. Még maradt egy akkorkocsik. Ja. Hoppás. Befe úr, elviszed? Mit? Azt a kis csíkocskát, ami ott maradt. Hát. Jó, akkor én állok át másikra. Érdekes, hogy az összes többi gyár leállt, viszont a deszkagyárra az meg pont megy. Pedig azt szokott a legtöbbször bebugolni. Most meg pont az működik. Azért nem működik, mert arra nem voltunk még. De én most itt eladtam az összes deszkát, amit itt volt a soron, mondom, hadd menjen. Az is pénz legalább. Megy ez mindenkinek, a tejgyár szépen. Működik a tejgyár? Persze, csak ez is olyan, mint a Nordfriesen, emlékezz rá, a papírgyár. Ha az egyik tele van, akkor mind a kettőt megállítja.
Ja, akkor lehet. De izé nem megy a sörfőzde. Itt most azt írja nekem, hogy Vajból 2916, Jogurtból 2916. Igen, a raklapok ott vannak, tehát ott látszik, de ha lejössz a sörf, vagy lehet, hogy kevés a komló, lehet, hogy ebből már nem tud csinálni, azért állt meg. Küldhetek lúcot. Dávid, köszönöm szépen a lúcot, persze küldhetsz. Na, szóval itt akkor kevés a komló, gondolom azért nem csinál, nem kezd neki. Már nem jön ki egy raklap belőle. Nem 6000. Hát Martin, sajnos előfordul, hogy bebugol, igen. Nem? Elvileg ennek menni kéne. Utolsó fillérig el kéne égesse, tehát nem, eddig még nem láttam olyat, amikor azt mondja, hogy kevés az alapanyag, ezzel nem kezdődő. Hát pedig csak a izéből van kevés. A hopsból. Na mindegy, majd a restart után megnézzük, hogy megjavult-e vagy sem. Igen, ez valószínűleg az lesz. Ez viszont tényleg bugnak tűnik. Beállt, mint a szög. Melyikre megyünk, urakok? Szerintem 9-es, nem? 9-10. Mit szeretnénk abba? Vörös hagyma? Hát akkor kéne hagyma. Hát hagyma, répa, ilyesmi. Épp az meg volt most, a négyesbe. Miért vörös hagyma mennyi van? Nem sok már. Ez a Fliegel Transport Runner UAL, ez veszi fel automatikusan a bálákat meg a raklapokat. ezer vörös hagyma van, ez nem sok. Akkor legyen az, nem? Na kell a vörös hagyma. Kilencesben a vörös hagyma, nem? Jó, mehet. Részemre én már beálltam. Hát ezt te még tönkre is zubúzánálsz. Hát a szilázs az fixen áll 1504-en, úgyhogy nem akar feljebb menni. Ezt most nem adunk el. Viszont műzli az van készen, 180 ezer, úgyhogy azt akár majd el is lehet adni, az meg 6600-ért megy, az mondjuk elég jó. Na, azt majd ebbe a kis pultba betöltjük, aztán eladjuk. Na, több bárány most már gyorsabban termelő vizét, jó van. Gyapjút. Na, srácok, viszont mára egyelőre ennyi volt. Köszönöm szépen, itt voltatok, a lájkokat, feliratkozásokat, lucokat is. És srácok, nektek is köszönöm teljesen, hogy itt voltatok és játszottunk együtt.
Köszönjük. Köszönjük. Jó éjszakát, szia. Jó éjszakát, sziasztok. Na hát és srácok, az a helyzet, hogy nem tudom, mikor lesz legközelebb live. Most elég fáradt vagyok, úgyhogy holnap biztos, hogy nem lesz. Ki lesz írva majd. Vagy Facebookra, ugye, vagy YouTube-on itt a csatornán, hogy mikor lesz legközelebb live és hogy mi lesz. Majd csekkoljátok, és akkor legközelebb találkozunk. Addig is jó itt mindenkinek, sziasztok, ciao.